Mennyire múlik a tehetség a családon, a háttéren, hogy honnan jön valaki? Ez úgy van, hogy mind tudjuk már, az örökléssel kapcsolatos irodalom talán az első, amivel az orvostudomány is nagyon keményen foglalkozott. A tehetségben genetikai tényezők szerepet játszanak, ez elvitathatatlan. Viszont, amint egy Szerzel Endre, igen, nagy jelentőségű munkásságából is tudjuk a hazai ég alatt, az, hogy valakinek van valamire egy különleges hajlama, adottsága, ugye adott, hozza magával, genetikailag adott, és az elkezd megmutatkozni, az önmagában nagyon keveset jelent. Szinte azt mondhatom talán túlzás nélkül, hogy 20% a tehetség, 80% az, amit hozzáadhat az egyén azzal, hogy gyakorol, hogy a tehetségét úgy fejleszti, hogy mintegy azt, ami egy kis meglévő, olyan, mint egy növény, egy magvacska, kibontakozik, kirügyezik, és akkor azt nagyon kell táplálni, hogyan. A gyakorlás maga az, ami rengeteget jelent. Tehát ezért bizonyos dolgokban vannak, ugye kimagaslóan tehetségesek a zsenik. A zseniket egy külön lapon szeretném azért kezelni, mert abban különbözteti meg a tehetséges emberektől a zseniket, hogy a világon bármely akadály, vagy bármi nehézség útjukban akkor is kibontakozik, akkor is megnyilvánul, akkor is fantasztikus, amit alkotnak. Most ilyen zenei tehetség volt például Mozart, aki ugye 5 éves korában már olyan szinten volt a zenei tudás, készség és a tökéletesség szempontjából, mint más felnőtt korában kiérlelődött tehetségű művész. És hát ugye tudjuk, a zene és a matematika az, amiben különösen korán mutatkoznak meg a tehetségek. És azt mondhatom, hogy még itt is számít, azt kell mondjam, ott is számít az, hogy milyen a gyakorlottság, mennyire műveli az illető azt a képességet. Ugye az ifjú bólyai, aki hát az appendixet megalkotva tulajdonképpen paradigmatikus fordulatot hozott az egész matematikai gondolkodásba, és tulajdonképpen a tudományos gondolkodásba is, hogy a apja Bólyai Farkas mellett nőtt fel, aki ugyancsak egy híres matematikai tehetség volt. Tehát valószínűleg a genetikai adottságoknak ez a környezeti beágyazottsága is nagyon számít. Számít tehát, hogy mennyire gyakorol az illető, mennyire műveli, a másik pedig milyen az a szociális kontextus, a társas mező. És itt a társas mező, Istenem, hát legelsősorban azt kell mondjam, a szülői ház számít. És hogy annyira érdekes, hogy még azt is tudjuk a kutatások révén, hogy bizonyos típusú tehetségeknél milyen fajta szülői dédelgetés, ápolgatás, erősítés az, ami számít. Hogy mondjam el, egy Orosz Róbert nevű debreceni, az egyetemen tanító pszichológus igazolta, hogy a labdarúgó tehetsége, kis focis tehetsége kibontakozásában döntő szerepe van az édesapa focirajongásának. Tehát ha a papa focirajongó, az a gyerek, aki tehetséges, az nagyon nagy jövőnek néz elébe. Ugye miért is? Hát gondoljuk csak el, azonosulunk, általában az azonos nemű, ugye a fiú gyerek az apával azonosulva az apa rajongását átveszi, szeretetét, és a gyerek azonosulásában a szeretet kapcsán meg akar felelni annak, akit szeret. És így aztán a tehetség kibontakozásának egyenes útja van, mert az apa, aki rajong a fociért, a saját gyerekében látja azt, hogy megvalósul az, ami az ő álma is, a gyerek pedig ezt mindenképpen teljesíti lelkesen, úgyhogy így születnek a kiváló focisták. Most hát ezt nem csak a hazai vizsgálatok erősítették meg, és így a tehetségnek a felfedezése és gondozása úgy gondolom össznemzeti feladat. Nagyon meg vagyok róla győződve. Azt tudjuk, hogy nagyon sok a magyar tehetség, de azt is tudjuk, hogy aki ilyen kimagasló tehetség, ha a szülői házat nézzük, tehát ezt a bizonyos 20%-80% arányt, azt látjuk, hogy a szülők erősen ambicionálták, hogy a gyerek művelt, tanult legyen, hogy az adott tehetségben megkapja a segítséget, hogy a kibontakozáshoz meg legyen az a támogatás, amiben a gyerek ki azt, amilyen van, azt valóban magas szintre tudja fejleszteni. És ezért ez olyan üzenet, olyan útravaló a magyar tehetséggondozásban, amit szerencsére Csermely Péter, aki a Semmelweis Egyetem professzora és a hálózatelmélet kidolgozója, időben felismerve, ugye olyan alapvető tudásanyagokkal, mint amit Szerzel nyújtott a hazai ég alatt a genetika és tehetség összefüggésében, ugye elindította azt a fajta első fázisban tehetségpontiskolák hálózatának a kialakítása, hálózat, ugye gyenge kapcsolatok
és erős kapcsolatok hálózata, és hát ugye ő írta le azt, hogy ahhoz, hogy erős kapcsolatok, tehát akik az élbolyban vannak, akik valóban szakértelemmel és nagy szellemi erőkkel tudják vinni a tehetséggondozást, tehát a levegőbe lógnak, ha nincsen egy hálózat, egy megtartó talaj, ez a gyenge kapcsolatok hálózata, amelyik ugye kiterjedésében igen jelentős, és akkor erre a hálózatra tud rátelepedni, azaz, hogy ennek az erőit tudja felhasználni az erős kapcsolatok rendszere, vagyis ahol szisztematikus tehetséggondozás folyik. Na most így alakult ki Magyarországon az úgynevezett tehetségpontiskolák hálózata, és egy olyan támogpályázati háttéren történő uniós támogatást élvező kutatás az, amiben mi magyarok részt veszünk, aminek azért nagyon nagy a jelentősége, mert ma már az Európai Uniós Tehetségkutatási Központ is Magyarországon működik, és itt van, azt lehet mondani, a szellemi bázisa mindennek, ami hát ugyancsak hálózatos kisugárzásban kapcsolja az európai tehetséggondozó, uniós tehetséggondozó rendszereket. Tehát ez is egy hálózat. Én ebbe hogy kerültem? Ez a legérdekesebb. Ha nem hinnék abban, hogy nincsenek véletlenek, hanem hogy valahogy az univerzumban az erőknek ilyen sajátos elrendeződése, szinkronicitásnak is nevezzük, egy ilyen jelentésteli egybeesések, véletlenszerűnek tűnő kapcsolatok. Szóval engem úgy sodort ide, úgy vitt ide erre a területre az élet, hogy több nagyon tehetséges, de nagyon problematikus, lelkületű, szorongó magatartásában beilleszkedési nehézséggel küzdő fiatal került hozzám. Ugye én klinikus vagyok, pszichoterapeuta, és azt láttam, hogy ezek a hát, csillag a homlokán gyönyörű, fantasztikusan tehetséges fiatalok erősen küzdenek önmagukkal és a világgal. Most sajnos azt kell mondjam, a legnehezebb dolog a világon, megvédeni a gyereket saját magától, a saját lelki impulzusaitól, a szorongásaitól, félelmeitől, a siker elviselési képtelenségétől, a kudarc elviselési képtelenségétől. Ez egy azon dimenzión, két pólus, se a sikert nem bírom el, se a kudarcot nem bírom el, és hát ugye óriási feszültségekkel, nagyon szorongva és nagyon megrémülve a saját életkihívásaitól élnek a tehetséges gyerekek. Mondjuk például valaki fuvolaművész lesz belőle, hát kezébe veszi a fuvolát, megszólal, és a égangyalai szólalnak meg, hát gyönyörű. És rögtön lehet hallani, hogy ez a gyerek nagyon-nagyon tehetséges. Ugyanazt a hangot ki lehet fújni akárhogy is. De amikor a sajátos módon megszólalna egy ilyen kis vuola művész jelölttel kapcsolatban mondhatom el, természetesen név nélkül, és hát hogy ezt általánosítani is lehet, mint példát, hogy a gyerek jel, és egy fantasztikus, amely játssza azt a darabot, amit éppen bemutat a közönségnek, és közben csurog a víz a kezéről. Hát ez nagyon nagy baj egy hangszert kezébe tartó gyereknél. És utána, amikor a darab lement, és hát tapsolnak, és természetesen hát nagyon ünneplik, mert nagyon tehetséges, és mindenkit megérint lelkileg, ahogyan zenél, elvonul és sír. Miért sír? És kiderül, hogy azért, mert elrontott egy pici résznél egy kis hangot, hogy nem úgy jött ki, mint ahogy azt akarta, és ezt nem tudja elviselni, és perfekcionista. Na, csak egy példát mondtam, hát hogy szorul gondozásra ez a kis madárka, aki ilyen csodálatos tehetséggel rendelkezik, de összetöri a siker, de összetöri a perfekcionizmus, de fölmorzsolja az életkedését, és olyan módon teszi szolgává, a saját tehetsége szolgájává, vagy nincs életöröme. Na most hát csak egy példát mondtam, de sok-sok-sok ilyet tudnék mondani. Nem lehet ebben, hogy benne vannak a szülők meg a környezet, aki azt mondja, hogy tehetséges vagy, mondjuk a szülők általában ugye, én azért azt láttam, hogy az a probléma, hogy a saját sorsukat szeretnék, elmulasztott lehetőséget szeretnék ezekben a gyerekekben megvalósítani, és túlzott elvárásokat támasztanak. Tehát ez világos, hogy tehetséges, de hogy még többre, nagyon beleszűkítve ebbe a ő tehetséges, neki meg kell felelnie. Egy Stirlin nevű német családterapeuta nevéhez fűződik a delegációs hipotézis. Ez az, amiről beszélt az imént, hogy a szülők a saját elúsztatott és csak a vágyaiban élő, jövőre irányuló reménységeiket áttelepítik a gyerekbe, és kiparancsolják belőle, kiszorítják.
Ez esetben, hál' Istennek, már kellő kompetenciám van, hogy tudjak válaszolni, hogy azért nem így van. Stirlin nyomán, hogy ez a delegációs hipotézis érvényese vagy sem, dolgozom tehetséges gyermekek szüleivel és fejlesztő pedagógusaival. Egy olyan kutatást kezdtem el, ez pilot study, egy olyan próba fázisa a hipotézisek ellenőrzésének, feltevések ellenőrzésének, amiben többek között szerepet játszik ez is, hogy a gyermek szülei, illetve a gyermeket fejlesztő pedagógusok egy azon lélektani térben és csoportban, minden csoportot én vezetek, 100 gyereknél nézzük, 50 debreceni és 50 Budapest és környéki gyermeknél, akik kiemelkedően tehetségesek, egy különleges programot sikerült megvalósítani. Szóval valójában ez az, amiben én így belettem invitálva, és boldogan persze be is léptem, mert hogy miről van szó. Én olyan sokszor reklamáltam, hogy nagyon sajnálom, hogy nem értek egyet a magyar tehetséggondozási rendszerrel, mert valahogy annyira ilyen teljesítmény elvű kiszorítani a gyerekből, ami csak benne van, hogy még siker, de hogy bírja el a személyisége, vagy ez a egyébként amúgy és érzékenyebb rendszer, mint az átlagember érzékenysége. Más az elmeműködés, mások a kapcsolatok az agyban. Szóval a különbségek kirajzolhatók. Máshogy működnek? De máshogy működnek, igen. Az agyfélteke egy összműködésben, és egymással való kapcsolatban vannak speciális differenciák az úgynevezett átlagemberhez képest. Úgyhogy ezek nagyon érdekes dolgok, ugye, hogy nálunk alapvetően van egy ilyen a nemiség szerinti megoszlás, hogy a férfiak inkább agyfélteke dominánsak, a nők jobb agyfélteke, érzelmi agy dominánsak. Viszont a tehetségeseknél azt találjuk, hogy nyilván érdeklődés is befolyásolja, hogy milyen szakákban, vagy egy természettudományosban, vagy egy művészetiben, de hogy a jobb agyfélteke az álmodó tudat, a kreatív, a felfedező, ugye minden felfedezése a jobb agyfélteke terméke, divergens gondolkodás, szokatlan társítások, egyszerre csak lesz egy felvillanás, és megvan az ötlet, például egy felfedezésben, álomban történik felfedezés, relaxált állapotban, egy olyan fajta tudatállapotban, amikor hagyjuk, hogy szabadon kavarogjanak a gondolatok, és kapcsolódjanak egymáshoz azok, amik benn vannak a tudatban. No, szóval ez a sajátos jobb agyfélteke dominancia, amikor is nagyon intenzív ez a működés. Most gondoljuk csak el, a természetes együttműködésben, hol az egyik agyfélteke dominál, hol a másik, de hogy egyszerre a kettő bizonyos intenzitással úgy működjön, hogy a hétköznapokban is betör a jobb agyféltekének az a fajta kicsit álmodozó, a realitástól messzire vívő állapota, amiben benn vagyok a fejemben, megyek és lukat nézek a levegőbe, és közben máshoz járnak a gondolataim. Tehát ugye a szórakozott professzornak a példája, ugye? Vagy most ezek mind olyan jegyek, amik de egy másfajta létezés, egy másfajta szemléletmód, egy más szemüveggel nézik a világot, mások a kapcsolatrendszereik, a kötelékeik érzékenyebbek. Ugye, ha egy férfi például jobb agyféltekében hangsúlyozottan érzékeny, akkor lehet egy csodálatos orgonaművész, például, most csak egy művészeti ágat mondtam, bármit is mondhatnék, lehet csodálatos, hát attól még szinte feminin érzékenységek jellemzők rá, és egy különleges érzékeny empátiás készséget, ezt mondhatnám még sokáig, mert rendszerezve van azért, és föltérképezték, hogy milyen jellegzetes idegrendszeri kapcsolathálózatbeli eltérés van, ami pozitív eltérés, tehát többlete van a tehetségesnek, de soha semmi se egyoldalúan jó vagy rossz, hanem minden jónak megvan a rossz oldala. Ennek a különleges érzékenységnek ugye az a rossz oldala, hogy az emberi kapcsolatokban ilyen érzékeny, önmagával kapcsolatban ilyen érzékeny, tehát sokat szenved önmagától, szenved önmagától. Hát és akkor meg kell védeni őt önmagától. Na ez a program, amit nekem sikerült így kidolgoznom és beindítanom, és ennek most az első fázisnak a végén járunk. Ez úgy néz ki, hogy 50 Budapest és környéki, 50 Debrecen és környéki fiatal, kiemelkedően tehetséges gyermeknél megcsináltunk egy nagyon alapos
vizsgálatot. A vizsgálat olyan eszközöket használ, amivel mi a klinikumban dolgozunk egyébként, de miért? Hogy a rejtett sérüléseket, törésvonalakat is pontosan ki lehessen bányászni. Tehát egyéni fejlesztési terveket dolgoztunk ki, arra alapozva, hogy az egyik gyereknél itt van a törésvonal, a másiknál ott van a gyenge pont, egyéni fejlesztési terv. Na most egy olyan 50 órás keretrendszer működik, amiből 20 óra a csoportmunka, hogy ők együtt hasonszőrűekkel, mert ők el nem tudnak olyan könnyen eligazodni a kapcsolati világban. Sokkal sérülékenyebbek, vagy éppen sokkal inkább beletrappolnak a kapcsolatokba. Hát nincsen az a fajta érzékenységi működési sáv, ami az úgynevezett átlagost jellemzi, hanem szélsőségek jellemzik ebben is. És akkor hát ez igazodás egymáshoz. Tulajdonképpen az asszertivitás önvédelem megtanulása, a stresszkezelés megtanulása, az önmagához való viszony, és a másikhoz való viszony megtanulása. Tehát egyedül nem megy, nem tudok tükörbe gyakorolni, hogy milyen hatást teszek másra. 20 óra, tehát csoport, és ilyen social skill-ek, tehát ilyen kapcsolati készségeknek a tréningje, és 30 óra egyéni foglalkozás. Na most ez nagyon jelentős, ha belegondolunk. Szakszerűen magasan képzett pszichológusokkal, akik arra, hogy a zavaroknak a korrekciójához is tudjanak lehellett finom segítséget nyújtani, és hogy a szupervízió mellett. Tehát gondoljuk el, hogy a gyerekek ne kapják a speciális egyéni vezetést rá a személyiségükre irányulóan, mint zárva a kulcs olyan módon az ő problémájukhoz illeszkedő fejlesztést, és hát én pedig a szülőkkel és pedagógusokkal dolgozom, és hát életajándék ez nekem. Én olyan sokat tanultam, és Stirling hipotézisére is tudok válaszolni, hogy részint igaz, részint nem. Tehát nincs ilyen, hogy univerzálisan mindenki, aki tehetséges gyereke van, bele akarja ömleszteni a saját elpackázott vágyait, szó sincs róla. Egy része, igen, aki ki is mondja, hogy én szerettem volna, de nem tudtam, hát ez már megfelel, igaz, ennek a hipotézisnek. De sokan azt mondják, hát nagyon nagy boldogság, hogy a gyerekem tehetséges, én egyet tudok tenni, hogy én minden módon támogatom. Na most én ilyen támogató pedagógusokkal, lelkes, ezek önként, pénz nélkül segítik a fejlesztő pedagógusokat, ezeket a tehetségeket gondozó speciális fejlesztőket nem fizeti meg senki. Ezt jobb, ha tudja a magyar világ, hogy ők lelkesek, elhivatottak, hivatástudatuk magaslatán dolgoznak, szeretettel, mert a szárnyuk alól kikerülő gyerek az ő büszkeségük is. Tehát tulajdonképpen a hivatásuk magaslatán lét felség jelvénye az, és bizonyító ereje, hogy az én gyerekeim itt és ott elsők szerepelnek, tudják, hogy szóval, hogy kihozzák magukból a legjobbat, de hogyan? Hogy támogatom őket. Na ez a tehetségfejlesztő pedagógusoknak az általam tisztelt, csodált sajátossága, nagyon megszerettem és tisztelem őket. Mert látom ezt az odaadást, lelkesedést, és azt mondom, ó Istenem, bár minden pedagógus ilyen volna, aki ennyire odaáldozza a saját idejét is, és meg lenne becsülve, mert ha megfizetnénk, akkor többen buzognának, hogy a bennük lévő hivatás szeretetet így a magaslatra vigyék, és ennyire támogassák a gyerekeket. De egyben szeretném elmondani, a vizsgálatból is megerősített, és most már a vége fele járunk, tehát vizsgálatokat csináltunk, kontrollokat, tehát teszteket is, olyanokat, amiket összehasonlító elemzés alá tudunk vetni, és meg tudjuk azt mondani, pontosan számszerű adatokban kifejezve, hogy innen indultunk, ilyen volt, és ezt értük el, ilyen lett. És ezek nagyon jelentős dolgok, ugye? Ez az evidence-based bizonyítékokon alapuló kutatási folyamat, ahol nem csak odállok, és azt mondom, hogy szülők, pedagógusok, figyeljetek, ezt kell csinálni, mert akkor a gyerekeink tehetsége nem csak kibontakozik, hanem azok a gyerekek nem versenyistálóba kerülnek, hogy kihajtsák belőlük az edzők meg az őket pártfogolók a tehetséget, hanem olyan világba kerülnek, ahol szeretettel gondozzák a személyiségüket, és ezért erősödnek a személyiségükben. A lelkiizomzatot is kell erősíteni, ám nem csak a fizikai, de erről a mi világunk teljesen elfeledkezik. Nos, hát, hogy megkapják ezt, és akkor hát bizonyítjuk így, hogy kiállni nem lehet, hogy azt mondjam, hogy na hát ezt érjük el, látod, hogy szeret ide járni, hogy mennyire kivirult, hogy több versenyt nyert, hogy jobban érzi magát a bőrében, kevésbé szorog, de mit kapott 50 óra fejlesztést.
hát még ha folyamatos gondozást. Szóval lenne valaki-e egy-egy tehetségesnek. Ez az én álmom egyébként. Nem csak ilyen valaki, akihez eljár és mondjuk órákat vesz, és azt segíti, hogy karban tudja tartani mondjuk az énekesnek a hangját, vagy a hangszeres zenésznek a megfelelő, hát pszichomanuális, így is mondhatnám, tehetségét, hanem ha lelkileg is volna ilyen háttér, hogy kihez menjen, ki az ő olyan saját lelki gondozója, pszichológusa, aki már benne van az ő életében, aki ismeri az ő problémáit, aki már segített neki kiszabadulni bizonyos hátrányos dolgokból, amiktől szenvedett. Van egy saját, és nem egyedülálló, nem én általam kitalált tehetségteóriám, amiben az iskolapszichológusoknak bizony nagyon nagy szerepe lesz. Mert én azt mondom, és ez a humanisztikus, személyközpontú pszichológiai modell keretében különösen bizonyítást nyert, hogy valójában mi végtelen lehetőségekkel jövünk a világra, és ezért mindenki valamiben tehetséges. Mindenki valamiben tehetséges. De az úgy van, hogy a tehetség az bizonyos időben kimutatja a maga kicsi oroszlán körmét, megmutatja, hogy ebbe-abba jobban megy valami nekem, mint a másiknak, na ezt kell fölfedezni, megragadni. De ezt nem lehet akkor megragadni, hogyha nincs egy olyan fajta pedagógiai szellemiség, és egy olyan rendszer, amiben a gyereknek egy bátorító, elfogadó, nem kritikus, nem agyon értékelő, nem az értékelésbe beleszorító rendszerében él a gyerek, hanem tulajdonképpen van egy szabad légkör, amiben ő megmutathatja, hogy mit tud, és ami pozitív benne, az megerősítésre kerül, és nem a negatívumokat ostorozzuk, és nem az elítélés meg értékítélet az, ami sújtja és szorongóvá teszi, hogy te hát nem, hogy írsz, te pocsék, borzalmasak a betűid. Tehát nem az elmarasztalás, hanem az, hogy milyen ügyes vagy te, hogy a papírhajtogatásban, hú, de hát te nagyon-nagyon ügyes vagy, és hogy a pozitív megerősítés a szárnyakat ad, és akkor úgy mondjuk, hogy kulcsinger, hogy van a tehetség, ami várja a kulcsingerét, mint zárva a kulcs, hogy tulajdonképpen ki legyen világra szólítva. Hogy persze, hát akkor ezt te csináld, ami ilyen jól megy, csináld. És ez volna az ideális tehetséggondozás. Egy olyan alapkoncepció, amiben azt mondjuk, minden gyerekből világra kellene segíteni azt, ami az ő páratlan egyedi tehetsége. És akkor nem volnának olyan rivalizációk sem, mert nézd, ha te ebben vagy tehetséges, én meg abban. Hát akkor mi kvittek vagyunk, te se tudod azt csinálni, amit én, de viszont se. Tehát akkor most mi így igazán nem kell, hogy irigykedjünk egymásra. És ugye nem volna ez a szelfünket, énünket összetörő önértékelésünket, önbizalmunkat romjaiba hát pusztító olyan állapot, ami, ugye hát gondoljuk el, 10 éves korig a gyereknek nincsen saját önismerete, önismereti zárlatról beszélünk. Azt, igen, nem tudja a gyerek, hogy kicsoda ő, micsoda ő, csak azáltal, hogy a szülő megmondja, a pedagógus megmondja. Tehát a gyerek azt hallja, te hülye vagy, édes fiam. Akkor ő azt mondja magának, ja, akkor úgy látszik, én hülye vagyok. Hát honnan tudja, hogy nem hülye vagy hülye? Hogy őt hogy értékeli a külvilág? Hogy azt, amit ő csinál vagy nem csinál, azt hogy minősítik? És hogyha őt egy, úgy, mondjuk, vegyünk egy azonos teljesítményt, hogy valamiben gyengécske. Hát jól van, hát ez a koegzisztencia törvénye, hogy még csak nem is azonos időrendben, időben fejlődnek ki az egyes képességek egy azonos korosztályban, az egyiknél már megvan az a képesség, ami kivirult, a másiknál még nincsen, és egyenlőtlen a képességek mintázata. Van, amiben jó vagyok, van, amiben buta vagyok. Ugye hát nálam ugyanúgy megtapasztaltam ezt a saját gyerekeimnél, saját unokáimnál, hogy volt, amiben nagyon szárnyaltak, és volt, amiben nagyon gyengék voltak. Nem baj, nem baj, de mit erősítsünk, ami pozitív, hogy legyen önbizalma, hogy bizon saját magában, és mondja azt, jól van, másnál is vannak ilyen mínuszok. Nem vagyok zseni a matematikában, de gyönyörűen rajzolok például, és nagyon szépen énekelek, vagy mit tudom én, bármi más. Na most ugye ezek az egyenlőtlenségek, mikor valaki, tehát veszük az azonos szintet, hogy a két gyerek, mondjuk például, vegyük már az előző példát, matematikában gyenge. Az egyik esetben azt mondja a pedagógus, édes fiam, és így ilyen stílus uralkodik sajnos, ami nagyon hátrányos, édes fiam, olyan gyenge vagy te, mint a harmat. Ebből nem lesz semmi.
Tegyél le arról, nem lesz belőled matematikus az egyszer fix, de hogy örülj, ha számolni fogsz tudni. Tedd le dorongol, most én gyártottam egy ilyen nagyon kemény szöveget, ami nyilván extrém ritka, hogy ennyire kemény legyen, de azért előfordul, és akkor van a másik ugyanezt a gyereket, azt mondja a pedagógusa. Tudod, felsorolom neked, hogy mi mindenbe vagy nagyon klassz. Látod, mindenkinek van gyenge pontja, neked itt egy kicsit van egy olyan gyöngeség, amit tudod mit? A tőlünk telhetően felerősítjük. Én bízom benned. Ha te ötben tehetséges vagy, és egy-egy kicsit kevésbé, nem baj, de te képes vagy rá. Nézd, képes vagy a többiben. Én bízom benned, képes leszel te ebben is. És a gyereknek szárnyakat ad. Mert azt mondja, hát ez a tanárbácsi, vagy ez a tanárnéni bízik bennem. Én nem fogok neki csalódást okozni. Ha egyszer mi egymást bizalommal megtiszteljük, akkor igenis erőfeszítünk, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak. Ez egy olyan mély emberi vonás, ez egy interpersonális kapcsolati szabály. És ha a fejünkbe tennénk, minden pedagógust a fejébe tenni, hogy ez így működik, akkor egy más pedagógiai világ tudna működni. Elhagyni az agyonkritizálást, az agyon ledorongolást vagy elmarasztalást, és középpontba helyezni a bizalmat, hogy te meg tudod csinálni, fog ez menni, és a gyerek otthon saját erőből, buzgalomból oldja meg sorba a matematika példákat. Konkrét esetről tudok, hogy így van. És egyszerre csak, és azt mondja a tanárbácsi a következő oldal, te már 10 példából megoldottál 6-ot. Hát ragyogó, hát te szárnyalsz, látod, hogy megy ez neked? Na hát szóval így, hát ez a növelés, mint nevelés, Karácsony Sándor pedagógiai professzortól vettem ezt a fogalmat, mert mi a bennünk lévő talentumokat tudjuk kibontakoztatni és növelni. Kívülről nem fogok tudni bevinni, nem fogok tudni hegedű tehetségé zsenivé tenni, vagy művészé tenni valakit, aki mondjuk cincog a hegedűn, és a szülő azt mondja, jaj, már fejezd be inkább, mert már megőrülök. Most konkrét példát mondok, hogy ugye egy szülő, aki nagyon szerette volna, ő maga művészi hegedű, módon hegedül egy zenekarban játszik, és annyira a gyerekek nem kapott tehetséget, nem, de annyira szerette volna, mert hát ebben a légkörben nő föl a gyerek, és legevidensebb, hogy egy ilyen légkörből muzikális és aktíven és jól zenélő gyerek származik, de ez a kislányka, ez nem is szerette, nem szerette egedül, nem ment neki, és hát ugye cincogott, és gyakorolt, és az anyának meg, aki hát egy művészi fokon egedül agyára ment, és mondta, hogy kérlek, csak már fejezd, mert nem bánom, ha nem fogsz egedülni, csak már fejezd. Most ugye azért mondom a példát, mert ugyanakkor meg ez a kislány olyan csodálatosan rajzolta, olyan csodálatosan. Tehát a tehetség egy kicsit odébb állt ebből, hogy nem a hangok világába, hanem a vizuális világba. Most azért vegyük számba, annyiféle tehetség terület van, ahányféle érzékszervi csatorna. A látásban, ugye a rajzfestészet, a hangzásban, ugye az érzékszerveket vegyük a fül, a hallásban a zene, még azt is vehetem a mozgásban, ugye a táncot, a mozgásművészet, és így tovább, ugye látás, hallás, ja igen, szaglás, tapintás, a szaglásban, ugye, sőt, ízérzésben. Hát ugye a szakácsművészet elvitathatatlan, hogy van olyan, akinek olyan érzéke van a főzéshez, hogy valami fantasztikus, és van, aki akárhogy erőködik, valahogy ízeket összehozni nem annyira tud. Ez is egy tehetség. És van a tapintás, hát ugye a szobrászművészet. Tehát tulajdonképpen lekottáztuk a művészeti területeket. Most akkor ugye a jobb agy féltekle a művész agy. A művészeti, a tudós agy, a bal agyfélteke, a jobb agyfélteke, a művész agy. Most belegondolhatunk, egyik tehetség területen nem működik, másikon a jobb agyféltekében, más érzékszervi csatornán kibújhat és működhet, ugye? Hány éves kortól lehet fejleszteni pszichológiai szempontból, meg mennyi idő, mert hogy hiába fejleszti, ha aztán ugyanabban mondjuk a nem jó környezetbe kell visszamennie, felvérteződik-e mondjuk akár 50 óra alatt arra, hogy ő viselje, átlépje, kezelje azokat a helyzeteket. De hiszen amikor azt említi, hogy nem jó környezet, hát ennek az egész munkának az az egyik különlegessége, hogy azok, akik a szülők, azok is megkapják a megfelelő támogató segítséget, hogy hogyan próbálják azt elérni, ha tényleg komolyan akarják, hogy a gyerek, akinél fel van fedezve, vagy milyen tehetséges, ki tudjon bontakozni. És meg kell mondjam, itt van az én pozitív élményem, hogy én nem találkoztam olyan szülővel,
aki azt mondta volna, nem érdekel, hogy a gyerekemből lesz-e valaki vagy sem. Én nem foglalkozom ezzel. Nincs nekem időm, hogy elmenjek pszichológusi csoportülésekre, hogy ott mi ezen spekuláljunk együtt, szülők és fejlesztő pedagógusok, hogy hogy tudnánk szövetséget alkotva, kéz a kézben a gyerekünket segíteni, hogy csúcsra jusson. Nincs, az én tapasztalataim szerint nincs ilyen szülő. Olyan van, aki elpanaszolja, hogy még van X gyereke, meg az élete ilyen vagy olyan, és nem tud elég energiát szánni rá, de kéri, hogy valahogy tudassuk vele, hogy mit tehet ő. Tehát nincs direkt elutasító. Legalábbis én ilyennel nem találkoztam. Inkább ott érzem nagyon jelentősnek a dolgot, amikor a végeken, ahol hát tulajdonképpen nincs igazán a tehetség felfedezésének lehetősége, hogy ott kibábáskodni, ott rájönni, ki a tehetséges, és egy nyírségi kisfaluból kiszármazó csodálatos tehetséget végig gondozni, pártfogolni. Ugye régen felfedezte a pap bácsi a hittanórán, hogy ez a gyerek milyen kristálytiszta elme. És küldték tovább, és a debreceni kollégium, és akkor onnan tovább, és aztán kijutott Kampenbe, Hollandiába, ide-oda küldték, ugye Peregrinus, megkapta vándordiák, megkapta ugye a muníciót, menj és hozd haza a műveltséget. És így lett egy kis parasztfiúból zseniális prédikátor, vagy kitűnő tanárember, vagy így születtek Misztót falusi kis Miklósok, így születtek nagy emberek, hát most speciálő jutott eszembe, sokakat tudnék mondani. Ugye ennek volt egy olyan fajta ősi rendszere, ami valahogy működött a magyar kultúrában, tehát nem elég jól. Ugye nem, az az igazság nem elég jól. Na most, amikor szervezetten, tudatosan, kutatási eredményekkel megalapozva azt mondjuk, rengeteg magyar tehetség van. Ugye feltételezem, hogy ebbe a tehetség kérdésben a magyarok azáltal is a potenciálisan, hát ez csak a lehetőségeket mondom, többünk van, hogy a nyelv általában azt tapasztaljuk, ugye a különböző alapvető nyelvcsoportokat tekintve, hogy azt a fajta konkrét, szemléletes, érzékletes, képszerű, érzelmi természetét, amit a magyar nyelv hordoz, nem találjuk meg más nyelvekben. Most ugye a nyelv maga, mint érzelmi hordozó, ugye ezt a pszichológia másodlagos szimbólumoknak nevezi, mikor mi nyelvi formában képeket fejezünk ki. A kép az érzelmi tudati, tehát a valóságos kép, az érzelmi tudati kreátum. A képes nyelv, képi nyelv, tehát mikor egy költői nyelvet veszek, hogy hervadás a liliomhullás volt, ártatlanság képes bánaté, benne megszólal a ritmus, a hangzás, a képi szépség, hogy szinte megelevenedik. Most a magyar nyelv nagyon képgazdag, tehát az azt jelenti, hogy egyszerre működteti a nyelvünk a jobb agyféltekei kreatív talentum csatornát is állandóan, mikor ezt a képgazdag nyelvet használjuk. Mert mi, mikor azt mondjuk például, hogy szembetűnő és világos, amiről mi beszélünk, akkor a szembetűnő szóban is benne van a szembetűnő és világos, ezek mind érzékletes kifejezésekből alkotott szavak, noha absztraktak. Vagyis, hogy megvan az érzelmi visszavezethető töltésük. Mert például gondoljuk el, és a kommunikáció elmélet sokat foglalkozik ezzel, hogy egy szó egyszerre konkrét, például azt mondom, világos, a jobb vagy féltekinek arról van szó, hogy világos van, mert így érti, mert az ő megértési lehetőség ez, hogy képnyelven ért. Na, balagyfélteke meg abszolútan, és hát igen, akkor a dolog meg van értve. Szóval ugye most a mi nyelvünk telestele van ilyen, hogy kettő megérintés van benne, mert mikor azt mondom valakire, hogy büdös neki a munka, akkor világos, hogy ez egy metafora, hogy abba azt fejezem ki, hogy nem konkrétan büdös, hanem nem ízlik neki. Ugye ezek a képnyelvi hasonlatszerű kifejezések, és rengeteg hasonlat van a magyar nyelvben, és a szavak is hasonlatszerűen tartalmaznak olyan különösen jelzős kifejezéseket, ebben nagyon gazdagok vagyunk. Hát lehetne vizuális nyelvcsatornáról beszélni, amikor a szavainknak az érzelmi, mondhatni jobb vagy féltekei töltése kifejezetten vizuális csatornához illeszkedik, hogy beláthatod, ugye, vagy hogy ez a szemléletmód, vagy most nem is sorolok többet, de ugye ezek mind a konkrét van beletéve egy absztrakt szintre, jelentésszintre megemelt kontextusba.
Tehát mi jobban dolgoztatjuk az agyunkat, mint más népek, tehát így jobban kiderülhet? Mindkét agyféltekének az egyidejű, rendkívül hangsúlyos igénybevétel a hétköznapi kommunikációban. Most ugye amúgy is úgy van, tudjuk, hogy 7% a jelentésben, amit a szavak útján rögzítünk és dolgozunk föl, 38%, amit a hangszín, dallam, ritmus, intonáció, és a 55%, amit nem verbális üzenetből olvasunk le. Tehát mi, ha megértjük egymást, akkor 7%-ot köszönhetünk annak, hogy én elmondtam, amit elmondtam, és akinek hallja, az úgy veszi föl, a hangcsatorna is úgy. Hát képzeljük el, olyan hatalmas a hangcsatorna ereje a jelentésben, hogy például, mikor befut egy ingerület, akkor van egy talamusz nevű érzelmi agyi központ, ahol az érzelmi színezetet kapja meg a dolog, érzelmi jelentést, onnan pedig megy a frontális lebeny, ez a megértő tud, okos tudathoz, ahol a jelentés már elmondhatóvá válik, és hogy ebben a hang akkora jelentőségű, hogy mint egy ráhurkolódik az összes többi befutó csatornára, és átszínezi. Tehát igen érdekes ez, hogy mi zajlik a mi fejünkben, azokon a csatornákon, amiken át bejut a külvilág, és végül a kortikális agykérgi legmagasabb szinten jelentést kap. Akkor mit veszítenek a siketek? Hát ugye az az érdekes, és ez a világ és cselvetése, azt is mondhatnám Hegellel, a filozófussal együtt fogalmazva, hogy amikor az egyik érzékszervi csatorna kiesik, akkor sokszorosan felerősödik a többi csatorna, és átveszi az egyik csatorna funkcióját a másik. És ezért annyira döbbenetes, ahogyan egy kieső érzékszerv mellett mások hihetetlenül túlfejlődnek, túlérzékenyülnek. Nincs ezzel semmi problémánk. Az agyban is megvan ez a hihetetlen plasticitás. Kiesik egy agyterület, és a rehabilitáció során igazolni tudjuk szép, lassan más agyterületek, amiknek nem ez volt a dolga. De hát ugye nincs most már, aki csinálja, hát átveszi a szomszéd, mert egy nagy holosz, nagy egész az ember, és ezért arra számíthatunk. Igen, nagynak kell ahhoz sérülnie, hogy már ne legyen, ami átvegye a funkciót. Úgyhogy ezért tudok olyat, hogy súlyos agyműtét, hatalmas agyterületet távolítottak el, és az volt, még sugárkezelést is kapott az illető, és hát ugye ennek nyomán agysorvadás szokott, bizonyos mértékű agykárosodás következik be 6-8 év után, és hát az a megfigyelés, hogy az illető, aki túlélte az agyműtétjét, és amikor megláttam az agyi felvételét, azt mondtam, úristen, mi maradt ennek agya. Annyit vettek ki az agyából, és az illető él és virul, ragyogóan dolgozik, családos, több gyermekes, boldog. Szóval mit is mondjak, és nincs semmi probléma. Hát ez az agyi plasticitás, és ez az, hogy a világerők így működnek, hogy az emberben a pótlás lehetősége adott. Hát gondoljuk már el, ott tart a tudomány, hogy egy Amerikába kiszármazott magyar tudósnő azt is igazolta, hogy a síp csontvelőjéből, vett csontvelő sejtből tudunk agysejtet, képződik agysejt, és azt is igazolták, hogy agysejtek is újra termelődnek, és ezért nem igaz az a feltevés, hogy megszületünk valamennyivel, abból már csak veszítünk, aztán ami marad, ez nem igaz. Új agysejt képződés van. Akkor sokat lélegezhetnek fel, azt sokat. Gondolom. Ja, csak hogy annak érdekében, hogy ilyen folyamat legyen, nagyon edzeni kell. Az agyat is edzeni kell. Minden idősnek azt üzenem, amit Hámori professzortól tanultam, beszéljen sokat, mert az agyfényesítő, komolyan ezt a kifejezést használta, nagyon szeretem egyébként őt, ahogyan népszerűen ragyogóan ad át tudásanyagokat. És igenis, beszéljünk sokat, kommunikáljunk sokat, és használjuk az agyunkat. Ha másként nem keresztrejtvény, tanuljunk nyelveket. 80 évesen nem baj, tanuljunk nyelveket, vagy akárhány évesen, hát messze vagyok még ettől, de én úgy gondolom, ha megérem ezt a kort, ugyanúgy fogok naponta tanulni, mint ahogy ma. Igen, azt lehet látni, hogy aki mondjuk elhanyagolja akár az olvasát vagy beszédet, az elkopik a nyelv körülötte. Hát nem csak, hogy elkopik a nyelv, hanem úgynevezett inaktivitási atrófia. Ezt a törvényt ismeri az orvostudomány is, nem használat következtében.
esetében létrejövő funkciókárosodás. Hát ha én nem használom a karom, mondjuk gyógytorna, de vagyis hogy sérült, és akkor mondjuk egy hétig van gipszben, már gyógytornára küldenek, hogy helyrehozzák azokat a funkciókat, amik a nem használat következtében elkezdenek sorvadni. Úgyhogy sajnos nem szabad parlagon hagyni, edzeni kell a nyelvet, a gondolatokat, a gondolkodás folyamatát, magát, testileg, lelkileg edzeni kell magunkat. Hogyan reagáltak a gyerekek a tehetségek erre az 50 órára, erre a képzésre? Hát én annyira boldoggá tesz a dolog, tulajdonképpen sok örömöt találtam és köszönhetek ebben a munkában, vagy ennek a munkának, mert a gyerekek visszajelentései nagyon pozitívak, de még ráadásul a szülők, sőt a pedagógusok is. Úgy csináltuk meg a vizsgálatot, hogy az eredeti terv szerint csak a komoly, kemény pszichológiai tesztek, mint vizsgálatok szerepeltek benne, valamint ilyen a megfigyelés, illetőleg a kikérdezés alapján történő információrögzítés. De jönnek a gyerekek, és mondják, milyen jó ez, jaj, de örülnek, de jó, stb. Jön a pedagógus, írja nekem a levelet, annyira jó, amit csináltok, ez a gyerek például, aki az enyém, ugye, akit ő fejleszt, az az övé. Három versenyt nyert meg, kiegyensúlyozott, boldog, kicserélődött ez a gyerek. Hát boldog vagyok, hát a pedagógus boldog, ha kapom a szülőktől a visszajelzést. Nagyon segítek ezeknek a gyerekeknek, nagyon jó ez, amit csináltok. Hát persze, hogy boldogít engem, mert én ebbe hiszek. Hát én klinikus vagyok, én tudom, hogy mit jelent, de hát a nevelésbe átvíve is tudom, mit jelent az, ha lehetőséget kap ebben a szerencsétlen kapcsolatsorvasztó kultúrában, hogy egy gyerek kap egy olyan kínálatot, hogy most akkor csak rólad van szó, csak rólad, hogy mi a probléma, meg hol feszít, meg mik a titkaid, meg mikor, és közben fölesküszik a pszichológus, hogy ez, ami kettőnk közt történik, se a szüleidé nem lesz, se a pedagógusodé, kettőnk közt marad. És akkor ebbe a bizalmi térben úgy tudnak dolgozni olyan fontos dolgokon, és akkor ugye titkok, problémák, amik feszítik, azt hiszi, hogy jaj, de rémes dolgok, amiket ő elgondol, amik veszélyes, kiderül, hogy dehogy is, és megkönnyebbül, föloldódik, kap technikákat, eszközöket, ha szorong, mit csináljon, hát nem is sorolom tovább. Meg van támogatva a személyiség, és az óriási. És meg is tudják tartani ezt? Tehát, hogy ez az eszközrendszer számukra aztán beépül? Hát ez jó volna, hogyha meg tudnám válaszolni, mert e pillanatban egy ilyen teljesen úttörő munka folyik, azért is hát egy pályasztalinak nevezzük, hogy tényleg ilyen egyszeri berepülés, vagy hogy mondjam, erre a területre, hogy megnézzük azt, hogy mi is fog itt történni. És hogy hosszú távú követésre még nem volt elképzelésünk azért, mert ugye világos, hogyha elárulom azt, hogy ami mozgatja sajnos a mai világunkat, a pénz nagyon sokat meghatároz, hogy legyen, aki ezt csinálja. De én abban bízom, hogy a gyerekeknek, ha többet nem is érne el, többet fog elérni, de ha többet nem is érne el, azt a bátorságát mindenképpen kimozdítja, hogy merjen fordulni segítségért, és hogy menjen, és keresse meg a pszichológusát, és az álmom az, hogy a Magyar Tehetséggondozás keretében olyan intézetet létrehozunk, ahol intézmény elhivatott emberekkel fogadja azokat a tehetségeket, akiknek a lelki gyűrődéseit megsegítve valahogy ezt folyamatában, hosszú távon gondozni tudja. Arról beszélünk, hogy tehetségesek már felfedezték, már pályán vannak, kvázi segítő háttér van, de van-e valami olyan üzenet a szülőnek, amikor mondjuk még nem bújt ki, de valami úgy érzi, hogy baj van a gyerekkel, hogy ez nem biztos, hogy baj, hanem inkább talán az utat keresi? Ugye van nekünk egy páratlan világelső nevelési tanácsadó hálózatunk, igaz, hogy most belett építve a pedagógiai szakszolgálatba, de azért van ennek a rendszernek egy páratlan és tényleg egészen eredeti, uniós szempontból is eredeti funkciója, olyan szolgáltatás, amivel a legkisebb probléma esetén is lehet konzultálni pszichológussal. Minden szülőt arra biztatok, ha van egy akármilyen kicsi gondja időben, korán, mi
minél előbb forduljon pszichológushoz, mert lehet, hogy éppen a tehetség egy pici devianciában, ugye devió más útra kerülni, azt jelenti, más úton járni. Na most, hogy lehet, hogy más úton járásnak a magatartási szélsőségeiben fog megnyilvánulni, hogy valójában ez a gyerek egy dologban meg annyira tehetséges, mint a nap. Tehát, hogy ragyog. Hát, őszintén szólva, azért vagyunk mi pszichológusok, 8000-en vagyunk Magyarországon. Nem tart igényt a szolgálatunkra a hivatalos testületek zöme. Kilapátoltak az egészségügyből minket, alig van státusz, mert nem vagyunk termelő üzem, és nem tudunk pontszámot és forintokat termelni úgy, ahogy szeretnék az orvosok. És az iskolába is most ennek a kormányzati oktatásügynek és közoktatásügynek köszönhető, ezt igazán csak dicsérni tudom, hogy behívja és beülteti az iskola pszichológusokat, és hálózatot alakít ki. Mert ezek azok a segítő megnyilvánulások, amikkel pontosan ezt szolgálják, hogy a személyiség is megkapja a maga védelmét és a edukáció, reedukáció, pótló, korrekciós fejlesztést. Hát nem kívánható attól a szegény pedagógustól, hogy miközben az ismeretátadás feladata és millió adminisztráció ott van a vállán, még ő külön foglalkozzon a személyiséggel. Mert a probléma az, hogy persze a személyisége egy munkaeszköz, és ő átadja a mintát, a modellt, és hogyha szeretik a tanítványai, akkor azonosulnak vele, és ha nem szeretik, hát nincs olyan, hogy mindenki szereti. Na most mi van a problémás gyerekekkel? Azért van iskolapszichológus, majd egy következő lépésben nevelési tanácsadó hálózat. Azért van ez a temérdek sok pszichológus, hogy végre már oda tegyék, ott használják őket, ahol igazán segíteni tudnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.